Szinte minden korosztályban van ökölvívó válogatottja a PVSK-nak, sőt a felnőtt női mezőny nagy ígérete Horváth Zsófia is az Egyesület színeiben versenyez. Alvics Gyula méltán büszke tanítványaira. Minden korcsoportban van több. Serdő korcsoportban van a Borovics Balázs, Laskovics Bence. Borovics Balázs az 50 kiló, a Laskovics Bence 65 kilós. A junior korcsoportban Somu Ferenc Péter, aki az első számú válogatott, aki már többször volt Európa bajnokságon harmadik helyezett. Ifi korcsoportban 49 kilóban van Kapuvári Bálint. Felnőtt korcsoportban pedig 75 kilóban, felnőtt korcsoportban 75 kilóban Cservenka Róbert van, 81 kilóban Lukács Bence, aki képviseli az országot ezekben a korcsoportokban. Mint minden sportág, még az olyan alapsportág is, mint az ökölvívás, változik. Felgyorsult a tempó, amihez természetesen alkalmazkodni kell. Én egyébként szövetségi edző vagyok, tehát én az összes világversenyen szinte ott vagyok, ifi, 22 és felnőtt korcsoportban. Én ezeket pont jól látom, ezeket a változásokat. Itt fel van egy kicsit gyorsulva minden, tehát kevés idő van arra, illetve úgy mondanám, hogy a komfortzónák ezek megszűntek. Itt következik, amit azok értik, akik szakmában dolgoznak, hogy egy lépésed van, és egy lépésből azonnal kell válaszolni valamilyen formában. Na most itt, ha valaki elmozog, eltávolodik az ellenféltől, azt jelenti, hogy komfortzóna, mert akkor újra épül az egész. Itt egy mellé lépésből azonnal kell reagálni, és gyakorlatilag ezt jelenti, hogy felgyorsult a bunyó. Harmadik helyen végzett Samu Ferenc Péter a romániai Galatiban rendezett junior Európa-bajnokságon 60 kg-ban. A PVSK sportolójának célja a 2024-es olimpiai részvétel. 7-8 évesen kezdtem az ökölvívást, előtte más küzdősportot űztem, előtte thaiboxoltam, és akkor így váltottam át boxra. Jobbak az eredmények, jobban ki tudok ütni külföldre, mindenfele. Hát sokkal eredményesebb küzdősport, mint a Thai box. Hát a kétszeres Európa-bajnokság harmadik helyezett, arra nagyon büszke vagyok, akkor a Marokkóban meg volt rendezve egy ilyen junior olimpia, ott is harmadik lettem, arra is nagyon büszke vagyok. A 62. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen Cservenka Róbert 75 kg-ban aranyérmet szerzett. Robi a 2020-as vagy a 2024-es olimpián szeretne indulni. Igazából eleven gyerek voltam az iskolában, ezért választottuk ezt a sportot Alvis Gyula bá tanácsára. Eljöttem az első edzésre, az edző látott bennem valamit, azért feltett rögtön a versenyzőkhöz. Ez már 8 éve volt, 8 éve küzdöm, ezt a sportot üzem. Igazából pont ebben az évben sikerült úgymond a legnagyobb eredményt elérnem, a Bocskai István emlékverseny sikerült megnyernem. Ott a Magyarország legmagasabban jegyzett ökölvívóját sikerült legyőznöm, Harcsa Zolit, és igazából erre vagyok a legbüszkébb, kétszeres magyar bajnok vagyok. Az még korosztályosban. Évvégén sajnos egy sérülés keresztbe húzta a számításaimat, így évvégén csak a magyar bajnokságon tudok elindulni. Válogatottban nem szerepelhettem, az 22-es Európa bajnokságon voltam, de ott jött ki ez a sérülés, ezért nem sikerült jól, egy meccset tudtam nyerni, utána kikaptam a svédöklözőtől. Hát egy hónapja kezdtem el az edzéseket, de még oda kell figyelni, még van egy hónapon vissza, hogy teljesen tudjak edzeni. Hobbi sportolóként kezdte ökölvívó pályafutását, de mára-már a női felnőtt mezőny nagy ígérete, Horváth Zsófia, aki Győrből érkezett Pécsre egyetemre. Én 2 éve bunyózok, és igazából engem mindig inkább az ilyen küzdősportok, vagy az ilyen fiúsabb dolgok érdekeltek. Hát úgy konkrétan, hogy miért, azt nem tudom, talán mert van egy bátyám, és akkor ő is mindig így karatézott, boxolt, és akkor mentem után, és 2 éve mentem le a terembe először. Amire a legbüszkébb vagyok, az a magyar bajnokságon elért bronzérmem, ami szerintem elég jónak mondható, így másfél év bunyó után. Hát a magyar bajnokságon az aranyérem a cél, rövid távon egyelőre. Az olimpiai 5. helyezett kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes, 9-szeres magyar bajnok ökölvívó Alvics Gyula saját bevallása szerint nagyon szeret edzősködni. Megbecsülik klubjában a PVSK-nál, és számítanak rá a válogatottnál is.